A 2023-as büdzsé, a rezsicsökkentés és a honvédelem költségvetése jelentette ki a pénzügyminiszter az országgyűlésben. Varga Mihály a költségvetés általános vitájában leszögezte, a forrásokat azokra a célokra fordítják, amik a legfontosabbak a magyar embereknek, vagyis a családok támogatására, a nyugdíjak védelmére, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzésére és az ország biztonságának megerősítésére. Az ellenzéki felszólalók bírálták a tervezetet, mert az szerintük hátrányosan érinti a magyar embereket. A 2023-as büdzsé mindezeknek megfelelően a rezsicsökkentés és a honvédelem költségvetése. A jövő évi költségvetése a rezsicsökkentés és a honvédelem költségvetése lesz, jelentette ki Varga Mihály a büdzsé általános vitájában az országgyűlésben. A pénzügyminiszter kiemelte, a költségvetés szerkezetében változás, hogy a korábbi alapokat a rezsivédelmi és a honvédelmi alap váltja fel, 670 milliárd, illetve 842 milliárd forintos kerettel. A tárcavezető a rezsivédelmi alapról szólva hangsúlyozta, az lehetővé teszi, hogy ne a magyar emberek fizessék meg a háború és a brüsszeli szankciós politika árát. Látjuk, hogy az energiárak elszabadulása komoly csapást jelent egész Európára. A további szankciók pedig még magasabb energiárakat hozhatnak. Ez ellen védi a magyar háztartásokat a rezsivédelmi alap. Az alap célja tehát, hogy a drasztikus és kiszámíthatatlan világpiaci energiár emelkedés hatásait mérsékeljük, és ezzel megőrizzük a rezsicsökkentés eddigi eredményeit. Ezzel a családok anyagi biztonságát védjük. Magyarország békéjének és biztonságának a megőrzése sem lehet vitatárgya. Ehhez a mai kor kihívásainak megfelelő, modern, erős hadseregre van szükség, folytatta Varga Mihály kiemelve, a honvédelmi alap a haderőfejlesztés forrásai tartalmazza majd. A 2023-as költségvetés forrásait azokra a célokra fordítjuk, amelyek a magyar emberek számára a legfontosabbak. Magyarország kormánya az elhúzódó háborús helyzetben is forrás biztosít a családok támogatására, a nyugdíjak védelmére, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzésére, az ország biztonságának megerősítésére, a munkahelyek megóvására és az újak létrejöttének támogatására, valamint arra, hogy biztonságos növekedési pályán tartsa a gazdaságot, összegezte Varga Mihály. Jövőre is folytatódnak a családtámogatások, megmarad a 13. havi nyugdíj, amely az infláció mértékének megfelelően tovább emelkedik. 2010 óta létrejött 1 millió új munkahelyet, meg fogjuk őrizni, támogatjuk a vállalati beruházásokat, ahogyan továbbra is alacsony szinten tartjuk a munkát terhelő adókat. Az instabil nemzetközi környezet kihívásai ellenére is növekedési pályán tartjuk a gazdaságot. Varga Mihály közölte, a kormány a 2023-as költségvetési törvényjavaslatban 4,1%-os gazdasági növekedéssel, 3,5%-os költségvetési hiány céllal, a bruttó hazai termék 73,8%-ára csökkenő államadóssággal és 5,2%-os inflációval számolt. Varjú László, a DK vezérszónoka szerint káros a magyar emberekre nézve a 2023-as költségvetés. Adóemelésekre, az emberekre járó juttatások költségvetési kiadásokat csökkentő, megszorító költségvetéshez. Így próbálják helyreállítani azt az egyensúlytalanságot, amit önök teremtettek. Zék Árpád Dániel, a Jobbik képviselője, a családtámogatási rendszert kritizálta. A politikus a családi pótlék megduplázását javasolta. Egy családi kártya nevű intézmény bevezetésével, amellyel csak alapvető élelmiszert és csak gyermeknevelési cikkeket lehet vásárolni, meg kellene duplázni a családi pótlék összegét. A költségvetés minden olyan kihívással számolt, amire 2023-ban számítani kell, jelentette ki Bánki Erik. A Fidesz vezérszónoka hangsúlyozta, a kormány olyan intézkedéseket hoz, amelyekkel meg tudja védeni a magyar családokat, és el tudja érni azt, hogy a háború árát ne a magyar embereknek, ne a magyar családoknak kelljen megfizetniük. Az elhúzódó orosz-ukrán háború, a brüsszeli energia és elhibázott szankciós politika miatt most az a legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsuk Magyarország energiaellátását, és biztosítsuk a rezsicsökkentés védelmét, illetve felgyorsítsuk a haderő fejlesztését. A költségvetés ezért a rezsivédelmi és a honvédelmi alappal igyekszik megerősíteni ezeket a legfontosabb célokat. Hozzátette, a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget szem előtt tartva, idén is a nyári szünet előtt tárgyalja a jövő évi büdzsét a ház. Ezzel csak nem fél éves felkészülési időt biztosít minden érintetnek,
jó alapot adva így az ország stabilitásának megőrzéséhez.